fehér borokat 500 vagy nagyobb hordóba teszünk, de a vörös boroknál is a legkisebb hordóméretünk a 300, tehát ez lett igazándiból az üdvözítő méret, amivel azt gondoljuk, hogy jól működnek a borok. Légli Géza kislakon, Szőlős kislakon, ennek a beszédes nevű falunak a dűlőiben, Balatonboglártól 3 kilométerre délre a Balatonboglári borvidék szívében gazdálkodik közel 20 hektáros szőlőterületen. A Paksi Borbarát Klub legutóbbi összejövetelén a borász fehér, siller és vörösborok mellett pezsgőt is kóstoltatott a tagsággal. A célunk az lenne, hogy egy olyan szőlőtermelés és egy olyan borászkodást hozzunk létre, ami termőhelykereső. Tehát alapvetően azokon az elveken működünk, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tud az egyedi termőhely, amit mi gazdálkodunk, mert minden termőhelynek megvan az egyedisége, és ez a munkánknak a legfőbb része ez, egy fiatal birtok, velem ellentétben. Ugye a családom régóta szőlővel és borral foglalkozik, hogy az Otto régi motoros a szakmába, ő vitte úgymond tovább a családi birtokot. A borbarátok 20. éve ízlelik közösen a különleges borokat, Kovács Balást, majd Herceg Józsefet Kis Attila követi az elnöki pozícióban. A regnáló vezető 2017 év eleje óta irányítja a 25 főben maximalizált létszámú tagságot. Amikor átvettem, akkor abban maradtunk a tagsággal, igaziból Kovács Balázs felvetése volt, hogy próbáljunk egy kicsit elszakadni Szekszártól, és legyen valami nagyobb rálátásunk az országra. Úgyhogy én igyekeztem Balatonról, Egerből, Pannonhalmáról, tehát az ország szinte minden részéből borászokat szervezni. Ez persze nem azt jelenti, hogy szekszárdiak nem voltak, mert például legutóbb is a Helyman Zoli volt, tehát abszolút szekszárdiak is, de például Váli Péter, akire nagyon szívesen emlékszem vissza. A mai este vendége Légli Géza, ugye egy régi adósságot törleszt a klub, hiszen az Otto már számtalanszor volt nálunk, tiszteletbeli tag a klubba, a Géza viszont még egyszer sem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült. A tagság véleménye természetesen megosztott arról, hogy az este melyik bor volt a legkülönlegesebb, legízletesebb, de abban egyetértettek, hogy megérte megvárni Légli Gézát. A borász ugyanis minden igényt kielégítő tájékoztatót tartott a borvidékről, a gazdaságról, valamint a borkészítésről. Az esemény végén természetesen a visszakóstolás és a kötetlen beszélgetés lehetősége is megadatott a prelátus pincéjében.